Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Traktorral behajtani tilos. Közlekedési táblákat és kamerát helyezett ki a hőgyészi önkormányzat a sár és a zaj miatt. Búcsúzás. A város hivatalosan is elköszönt a végzős középiskolásoktól. Utcafelújítás. Tolna minden utcáján van már szilárd burkolat. Összefogtak a gyerekekért, szülők szépítették a helyi óvodát Kétyen. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem tudja ellátni a több mint 40 szarvasmarháját egy hőgyészi tejtermeléssel foglalkozó család, mert a település önkormányzata közlekedési táblákat helyezett ki az utca rájuk eső szakaszára, hogy megakadályozza a traktorok behajtását. A család azt állítja, ha betartják a szabályokat, akkor ellehetetlenülnek. A település vezetése viszont azt mondja, szükség volt ezekre az intézkedésekre annak érdekében, hogy az út ne menjen tönkre és ne legyen tiszta sár. Traktorral szállítja a takarmányt a szarvasmarháknak a hőgyészlisli családtagja. Április 25-e óta ezt szabálytalanul teszi, ugyanis az utca felétől mindkét irányból közlekedési tábla tiltja a lassú járművek behajtását. Az önkormányzat egy kamerát is kihelyezett az út végén. Az 1946 óta állattartásból élő családtagjai értetlenül állnak az intézkedés előtt. A 60 szám alatt hozzuk be a szénát, szalmát, ugye, silót, és tehát ez a tábla hatálya alatt elvileg nem lehetne. De viszont ezt forgalmi úttól kéne biztosítani. A Schlitt családtagjai azt mondják, mindent megtettek az utca tisztán tartása érdekében, még egy különleges vízzel működő tisztító berendezést is beszereztek, hogy eltávolítsák a koszt az útról. Ugye megbeszéltük fel, hogy akkor le lesz kefélve, megcsináltuk az utat, lekeféltem az utat, megmutattam neki fényképen, hogy tehát így nézett ki, így néz ki most, azt mondta, hogy jó, oké, de mégis kinőttük a 40 marhával. Vagyis a település vezetése és az utcában lakók szerint ennyi állatot egy ilyen kis helyen nem lehet már megfelelően ellátni, ezért arra ösztönzik őket, hogy vigyék máshova telepüket. Ráadásul a polgármesteri hivatalhoz sok panaszt érkezett a traktorok miatt, ezért döntött a képviselőtestület a további intézkedésekről. Főként belterületi útjaink védelmében kellett, hogy intézkedjünk, úgy érzem, illetve a lakosság többségének védelme érdekében, hiszen esős időszakban lehetetlen állapotok keletkeztek az erőgépek kibe közlekedése miatt az utca felső szakaszán. A polgármester azt mondja, a közlekedési táblákra azért volt szükség, mert másképp nem tudnak rendet tartani itt. A családi gazdálkodó pedig azt állítja, egyelőre máshogy nem tudják megoldani az állatok elhelyezését, etetését, ezért kénytelenek megszegni a szabályokat és behajtani az utcába traktorra. A családi gazdálkodó azt szeretné, hogy a község önkormányzata építsen a házuk mögött területen egy szorgalmi utat, amin tudnának közlekedni. Ha pedig nem tudnak közös nevezőre jutni a település vezetéssel, jogi útra viszik az ügyet, mert a megélhetésük került veszélybe. A polgármester pedig azt mondja, a táblákat nem fogják elvinni, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy rend legyen. Szándékosan gyújtotta fel részegen a saját családja házát egy férfi magyar keszin. Előtte összeveszett az élettársával, aki a vita után elindult az óvodába a közös gyermekükért. A férfi ekkor a nő után kiabált, hogyha elmegy otthonról, magára gyújtja a házat. A nő nem foglalkozott a fenyegetéssel és elindult az óvoda felé. A férfi bosszúból felgyújtott két ágyat az egyik szobában, majd elment otthonról és felhívta a tűzoltókat. A szekszárdi eresbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat garázdaság büntetében és közveszélyokozás büntetében, ezért 3 év 3 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy több ember életét veszélyeztette cselekményével a vádlott, a tűz okozási cselekményével, azonban enyhítő körülmény személyiség szerkezete megromlott egészségi állapota, de azt nem lehet semmiképpen sem enyhítő körülménynek venni, hogy saját maga által okozott alkoholos befolyásoltság állapotában követte el a cselekményt.
Komoly tüzet fékezett meg két dombóvári rendőr. Épp járőröztek, amikor Kaposszegcsőtől nem messze egy ipari területen gomolygó füstöt vettek észre. Átmásztak a kerítésen, majd azonnal észrevették, hogy egy targonca lángol. Megkezdték a tűz oltását, miközben értesítették a tűzoltókat és a telephely tulajdonosát is. A katasztrófavédelem munkatársai rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és befejezték a lángok megfékezését, így nagyobb baj nem történt. Különös lopási ügybe keveredett egy paksi fiatal férfi. Penészes, lejárt szavatossági idejű pékárokat akart engedély nélkül hajnalban elvinni egy helyi pékség udvaráról. Egy biztonsági őr vette észre, ahogy két ládával a kezében megpróbált eltűnni a helyszínről. Az őr viszont feltartóztatta és hívta a rendőrséget. Férfit előállították, gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség elkövetése miatt, azonban a férfi a bűncselekmény elkövetésére magyarázatot adni nem tudott. Tettét azzal indokolta, hogy nagyon részeg volt akkor, amikor a bűncselekményt elkövette. Még néhány nap és a végzősök számára lezárul a középiskolás lét. Szekszárdon már évek óta hagyomány, hogy a város polgármestere nagy nyilvánosság előtt köszön el szimbolikusan a végzősöktől. Hiába énekelt az esődől a Gyönki gimnázium zenekara, szerencsére elkerült a rossz idő a búcsúzó középiskolásokat. Összesen 705-en álltak először, és így utoljára a placon, képviselve 8 iskola 42 búcsúzó osztályát. Balogh Szabolcs, az első Béla gimnázium diákigazgatója úgy búcsúzott a társaitól és a várostól, sohasem adjátok fel a reményt. Arról beszélt, korosztálya egy célvonalhoz érkezett, ami lezárt egy életszakaszt. Az előbbiekben említett célvonal egyben egy rajtvonal is. Rajtvonal egy hosszabb, göröngyösebb, veszélyesebb pályához, ahol a díj értéke is jóval nagyobb elődjénél. Így aztán nem, hogy nem szabad lassítanunk, de még nagyobb sebességbe kell, hogy váltsunk. Ács-Ezső Szekszárd polgármestere búcsúztatójában azt mondta, Szekszárd mindig hazavárja a távozókat, s legyen a város minden egykori középiskolása számára egy olyan biztos pont, ahová mindig haza lehet jönni, akár évek múlva is. A város vezetője személyesen is találkozott a végzősökkel egy hosszabb beszélgetésre. Több probléma is felvetődött ezeken a beszélgetéseken, az egyik volt a közbiztonság kérdése, a másik, amit mindenképpen szeretnének, hogyha változna itt Szekszárdon, hogy több olyan közösségi térre lenne szükség, ahol ők ki tudnak kapcsolódni, egy kicsit tudnak beszélgetni, nem feltétlenül alkoholt fogyasztani. Jelképesen vagyunk most itt a placon egyébként, mert érdekes módon ugye a plac egy olyan közösségi tér, ami ezt a célt kellene, hogy szolgálja, de kevés információval rendelkeznek a gyerekek. Több mint a fele nem tudott erről a területről, hogy itt van egy ilyen közösségi tér, ahol be lehet ülni, lehet beszélgetni, lehet csocsózni, lehet játszani. Ilyen irányú megkeresések jöttek, illetve egy komoly felvetés volt azzal kapcsolatban, hogy jók a szexuális rendezvények, meg nagyszerűek a szexuális események, de kellene olyan fesztivál, kellene olyan rendezvények is, ami elsősorban ennek a 14-18 éves korosztálynak szól. Szekszárd minden végzősének búcsú ajándékkal kedveskedett. A ballagást megelőző rendezvény végén felszálló luftballonok is a továbblépés idejét jelezték. Bartos László, a szekszárdi tűzoltó parancsnokság híradósa kapta idén Szekszárd város év tűzoltója kitüntető címet. A díjat Ács Rezső, Szekszárd polgármestere adta át a megújult katasztrófavédelmi igazgatóságon. A város polgármestere azt mondta, minden lehetséges eszközzel támogatni fogják a továbbiakban a tűzoltóság tevékenységét, mert kiemelten fontos a biztonság kérdése. A Belügyminisztérium pályázati alapjának segítségével újult meg Tolnán az egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasz, a Festetics utcában. A 33 millió forintos összköltségű felújításhoz a költségvetés 7 millió forintos önerővel járult hozzá. A városban már nincs olyan utca, melyen ne lenne szilárd burkolat, ám ezek folyamatos karbantartást, felújítást követelnek, mondta Appelshofer Ágnes polgármester. Ennek érdekében újabb pályázatot nyújtott be a város. A Kinizsi utcát tartottuk most a legégetőbbnek, tehát ez egy nagyon nagy forgalmú út. Ugyan vannak kisebb szakaszok, amik esetleg rosszabb állapotban vannak, de részben a maximálisan támogatható összeg miatt, tehát hogyha van egy keretösszeg, akkor azt nyilván célszerű minél jobban kihasználni, részben pedig a forgalom miatt.
Magyarországon 2002 óta nem regisztráltak kanyarós megbetegedést, miközben az 1950-es években még 140-nél is több halálos áldozatot követelt a kór hazánkban évente. A kötelező oltás bevezetése védelmet jelent a magyar gyerekek számára, míg Európa több országában még a mai napig is magas számban regisztrálnak kanyarós beteget. Az immunizációs hét keretében a szekszárdi Balassa János Kórház az oltások fontosságára hívta fel a figyelmet. A pálfordulást a 69 évi védőoltások bevezetése eredményezte. Szücs Mária, a Balassa János Kórház orvosigazgatója beszélt arról a tendenciáról, mely Magyarországon a kanyarode járványt jellemezte. Amióta a védőoltásokat bevezették, drasztikusan csökkent a megbetegedések és a halálozások száma. 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltást, és ennek eredményeként már a 80-as évektől nagyon lényegesen lecsökkent a megbetegedések száma, 90-es évekre, ezres nagyságrendűre, és 2002-ben már nem regisztráltunk honi eredetű kanyarót. A statisztikák azt mutatják, hogy az 50-es, 60-as években meghaladta a 40 000-et a megbetegedések száma, és 140-nél is többen haltak meg a kórban. Innen jutott el a 2002-es nulla megbetegedésig az egészségügy. De ez a helyzet Európa más országaiban nem ilyen rózsás. A világban a kanyaró járványügyi helyzete nagyon rossz, és sajnos az utóbbi években ez egyre csak romlott, ami megnyilvánul abban, hogy nagyon magas a megbetegedések száma, és sajnálatosan halálesetek is előfordulnak. Ez nem csak a konfliktusos övezetekbe figyelhető meg, hanem Európában is. Járványok vannak Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Angliában, Romániában, tehát itt a környékünk. Magyarországon a védettség egyetlen oka a magas átoltottság, mondja Szűcs doktornő. Ha a kisgyerekek megfelelő életkorban megkapják a védőoltást, egész életükre védettséget szerezhetnek a halálos korral szemben. Kisgyermekes szülők fogtak össze Kétyen, hogy szebbé tegyék a gyerekek óvodájának udvarát, és hogy kihelyezzék azokat az új játékokat, amiket a helyi önkormányzat nemrégen szerzett be. Voltak, akik a játékokat csiszolták vagy festették le, mások a mászókákat mosták át, vagy éppen gazoltak. A két óvodába járó gyerekek szülei közösen dolgoztak egy egész délelőtten át, hogy a gyerekek szebb környezetben töltessék a mindennapjaikat. Ennek a mászóka csúszdaháznak a tetejét kezdtem el tisztítani, lemosni körbe a nájlont, vagy ezt a tetején ezt a műanyagot. Néhány méterrel arrébb a férfiak a homokozót tették rendbe, és helyezték le a játékokhoz nemrégen beszerzett új gumiszőnyeget. Összefogásban történt az egész, tehát a szerszámokat, ecseteket, különféle segédeszközöket, ezt minden a szülők tették hozzá ez a munkához. A település polgármestere azt mondja, a szülőkből és hozzátartozókból álló önkéntes csoportot pillanatok alatt sikerült összeszervezni a nemes cél érdekében. Annak nagyon örülök, hogy ilyen társadalmi összefogás van. Nem csak a óvodás szülők, hanem a nagymamák, illetve olyanok, akiknek már nem nincs óvodás gyermekük, vagy óvodába járó unokájuk, azok is itt vannak. A Kéti óvoda udvarának munkálataival a szülők kora délutánra készültek el. Harmadszor találkozott a női asztali tenisz extraliga alapszakaszában a bajnoki címvédő és az ezüstérmes Buda Őrs. A tét az első hely megszerzése volt, ami az idei két 5-5-ös döntetlenre végződő meccs után nem ígérkezett könnyűnek a Tolna megyeiek számára. Ezt tényleg senki nem gondolta, hogy az idei két 5-5-re végződő nagy meccs után a harmadik ennyire sima lesz a Szekszárd és a Buda Őrs között. Pedig Pergerrel, Fazekassal is felálltak a fővárosiak, az ezüstérmesek, akiket 7-0-al szinte lemészárolt a bajnoki címvédő Szekszárd hazai környezetben. A páros megnyerése után egyaránt két meccset nyert Madarász, Paszkájtje és Bilenko is. A fővárosi tréner maga is elképedben nézte lányai nem várt vergődését az asztalnál. Erről most még nem tudok igazából mit mondani, hogy mi történt. A meccs közepén úgy éreztem, hogy egy kicsit elveszett a hit, amikor ilyen 3-0-4-0 volt, onnantól lett tulajdonképpen sima a történet, csalódottak vagyunk. Páros jó indult, 3-0-ra meg tudtuk nyerni, és én úgy gondolom, hogy szétesett a Buda Őrs. A szekszárdi klubmenedzser biztos benne, hogy a júniusi csapatbajnoki döntőben a Buda Őrs már az igazi arcát mutatja a két csapat várható bajnoki döntőjében.
remélem, hogy a döntőnek hívhatom, hogyha a Budaörsre találkozunk a Final Four-ba. Az egy más meccs lesz, más körülmények, más időpont, az egy újra egy nagy derbi lesz. A szétesőben lévő szekszári csapat arannyal szeretné megédesíteni a búcsút. Regionális híreink következnek. Nyílás zárócsere, tantermek korszerűsítése. Megújult a Mohácsi Kisfaludi Károly gimnázium. Okosvárossá válnak Kaposvár. Az önkormányzat és az egyetem közös kutatást indított. Vására kistermelőkért. Sikerrel zárult a Marcali Expo. Mintegy 150 millió forintos beruházás fejeződött be a napokban Mohácson. A Dunaparti városban kívül-belül felújították a Kisfaludi Károly gimnáziumot. Az EFO projekt keretében többek között nyílászáró cserére, tantermek korszerűsítésére, a villamos hálózat és a vizes blokkok felújítására nyílt lehetőség. Befejeződtek a felújítási munkálatok a Mohácsi Kisfaludi Károly gimnáziumban. Az épület rendbetételére mintegy 150 millió forintot fordítottak az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében. Az iskola egyébként műemléképület, így szakszerű munkálatokra volt szükség. A legfontosabb feladat volt a vízesedés megszüntetése, a dolgos falterületek felújítása, a külső nyílászárók és az eres csatorna cseréje. Felújításra kerültek a folyosók padlózata, a földszinten az északi folyosó és a tantermek villamos hálózata és korszerűsítése került. Továbbá bővítették az étkezőt, tankonyhát alakítottak ki, illetve a gimnázium zárt udvarát is egységessé tették. Mindezek mellett egy másik projekt keretében napelemeket helyeztek el az épületen. A hivatalos átadó ünnepségen Szekó József úgy fogalmazott, ez az iskola a helyi oktatás zászlós hajója. Azt várjuk, hogy itt olyan oktatás folyjon, olyan diákokat képezzenek, akik majd elkerülve innen felsőfokú iskolákba később visszajönnek, és majd itt fognak gyógyítani, oktatni, itt dolgoznak majd mérnökök, mérnökként. A térség országgyűlési képviselője szerint nem csak a jelenlegi diákok, hanem a jövőben ideérkező tanulók számára is fontosak ezek a beruházások, hiszen a megfelelő környezet hozzájárul a jó tanulmányi eredményekhez. A gimnáziumnak az az érdeke, hogy a legjobbak kerüljenek ide, és a gimnáziumba tanító pedagógus kollégák pedig ne érezzék azt, hogy melyik diák jött versenyről, melyik szedetéről, melyik somberről, mert ugyanazt a jó minőséget kapják. Ez egy egységes rendszer kell, ezt az egységes rendszert az állam tudja garantálni. A fejlesztések eddig 9 település oktatási intézményeit érintették a Mohácsi járásban. A még soron következő beruházások közül, amelyek egy része vélhetően nyáron megkezdődhet, a legnagyobb szabású a Széchenyi iskolában várható, hangzott el az eseményen. Milyen megoldásokkal válhat Kaposvár okosvárossá? Erre a kérdésre keresi a választ a Kaposvári Egyetem és a Somogyi megyeszékhely önkormányzata egy közös kutatásban. A felmérés részeként kérdőíven mondhatják el a véleményüket az ott élők és mindazok, akik igénybe veszik a város szolgáltatásait. Az okosváros kezdeményezések célja, hogy az információtechnológiai megoldások alkalmazásával hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtsanak a városlakóknak, a turistáknak és a vállalkozásoknak. Egyedülálló kutatásfejlesztésbe fogott a Kaposvári Egyetem és a Somogyi megyeszékhely. A két szervezet a Smart City, azaz az okosváros megvalósításán dolgozik együtt a jövőben. A felmérés részeként kérdőívet tölthetnek ki mindazok, akik Kaposváron élnek, dolgoznak vagy tanulnak, és mindazok, akik igénybe veszik a város szolgáltatásait. Alapvetően azt szerettük volna, hogyha ez a kutatás, ez elsősorban a társadalmi hátterét tudja megvizsgálni annak, hogy azok a célcsoportok, akik a városban élnek, azok milyen fajta elképzeléseket, irányokat, igényeket fogalmaznak meg az élhető, biztonságos várossal szemben. Kaposváron már most is számos megoldással próbálják egyszerűbbé és könnyebbé tenni az itt élők mindennapjait. Ilyen például az okos zebra, a LED-es közvilágítás fejlesztése, a CNG hajtású buszok, de a tervekben okos parkoló kialakítása is szerepel. Egyrészt az energiagazdálkodás, tehát a közművek szolgáltatásának területén, másrészt a hulladékgazdálkodás területén tud még megjelenni a közlekedési szolgáltatások, a közlekedés szervezés.
területén, illetve van meg annyi egyéb terület is, ahol megjelenhet, akár az egészségügyben is egyébként jelzőrendszerek telepítése és intelligensebb tétele útján, és meg annyi számos területe van még ennek, de ezek a főbbek. Az okosváros kezdeményezések célja, hogy az információ technológiai megoldások alkalmazásával hatékonyabb szolgáltatásokat nyújtson a városlakóknak, a turistáknak és a vállalkozásoknak. Húsvét extrákkal címmel idén 5. alkalommal rendeztek Palkonyán gasztronómiai programokat. Április 26-a és 28-a között 14 helyszínen várták az érdeklődőket a vidéki éttermek és cukrászdák finomságai, gasztroworkshopok és borkóstolók. Az eseményen nagy hangsúlyt kaptak a helyi termékek is, mind az ételek, mind az italok terén. 14 helyszín, 34 vendéglátó, ételek és italok. Idén 5. alkalommal rendezték meg Palkonyán a Húsvét extrákkal elnevezésű programot. A gasztronómiai eseményen a vidéki éttermek és cukrászdák finomságait kóstolhatták meg az érdeklődők. Emellett nagy hangsúlyt kaptak a helyi termékek is. A borok és ételek pedig nagyon jól kiegészítették egymást. Nem ismeretlenek már az éttermek, akik ide jönnek, tudják, hogy mire készüljenek, ismerik a borainkat, így ezekre a borokra építik fel az ideérkező, vagy idehozott ételeket, és én úgy érzem, hogy az összhang az teljes. A kínált ételek harmonizálnak a helyi borokkal, ugye itt Villány környékén elsősorban vörösborokkal, szárazvörösborokkal lehet találkozni, és ezekhez hoznak megfelelően párosítható, társítható ételeket. A gasztrofesztiválra egészen Sopronból is érkeztek vendégek. A finom fogások mellett megkóstolhatták a Villányi borvidék híres nedűit is, hiszen a régebbi évjáratúak mellett az új borokat is kínálták a vendéglátók. 9 év kihagyás után ismét megrendezték a Marcali Expót. Több mint 120 kiállító várta a mezőgazdaság és a kertkultúra kedvelőit. A szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Somogy megyei önkormányzat célja, hogy népszerűsítse a helyi értékeket, valamint hogy az érdeklődők olyan minőségi árukhoz jussanak hozzá, amelyek 100%-ban magyar termelők kezéből kerülnek ki. A buzsáki népviseletet is megcsodálhatta, aki kilátogatott szombaton Marcaliba, a 9 év kihagyás után most ismét megrendezett vásárba, ahol agrártermékek, kis és nagy gépek, valamint kistermelők mutatkozhattak be. Volt itt bor, méz, kertészeti termékek és sajtból készült finomságok is. Jelenleg inkább csak kóstolgatnak, és a kézműves sajtoknak ugye most kezd igazán nagyobb kultusza lenni, és ezek más ízűek, mint a boltban kapható zacskó érlelt sajtok. A finomságok mellett a kétkezi portéka is helyet kapott. A kelevízi önkormányzat ezekkel a közmunkások által készített kosarakkal érkezett a vásárra. Nagyon vártuk, hogy egyrészt bemutatkozhassunk is a nagy közönség felé, hogy ők is megismerjék, hogy igenis vannak helyi értékteremtő programok, helyi értékek. A helyi értékeket emelte ki a szervező Somogy megyei önkormányzat képviseletében Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke is. A helyi termékeket, helyi érték megvalósítókat kerestük meg, hogy mutassák be termékeinket, hiszen manapság nem a különböző multik cégeknél kell beszerezni a különböző zöldséget, gyümölcsöt, mézet, stb., hanem azoknál a termelőknél, akik házilag otthon valósítják meg a termékeiket és az álmaikat gyakorlatilag. A vásárban 120 kiállító vett részt és képviseltette magát a horvát testvérváros Bjelovár vására is. A rendezvényt Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a kormányzati intézkedések szorosabbá fűzték a fogyasztók és a kistermelők közti kapcsolatot, a támogatási rendszer pedig kedvező gazdaságpolitikai környezetet biztosít számukra. Pontosan a szabályozás megkönnyítésében ma már 3-szor több kistermelő van 2010-hez képest az országban, tehát fogyasztóként sok ezer olyan kistermelő portékája közül válogathatunk, legyen az hús, tojás, méz vagy éppen zöldséggyümölcs, amely a család asztalára kerülve jó minőségű és friss élelmiszert jelent. A Marcali Expón kísérő rendezvényekből is bőven akadt. Tematikus programokon mutatták be a szőlőművelés, az otthoni kiskertművelés, a gyógynövénytermesztés és a gyümölcsfeldolgozás fortéjait is. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó.
Traktorral behajtani tilos. Közlekedési táblákat és kamerát helyezett ki a hőgyészi önkormányzat a sár és a zaj miatt. Búcsúzás. A város hivatalosan is elköszönt a végzős középiskolásoktól. Utcafelújítás. Tolna minden utcáján van már szilárd burkolat. Összefogtak a gyerekekért, szülők szépítették a helyi óvodát kintje. Szerdán és csütörtökön is napos időre készülhetünk. Említést érdemlő csapadék nem fordul elő. Újból megélénkül az északnyugati szél, melyet erős lökések kísérnek. Kissé melegszik a levegő. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is töltsék kellemesen május 1-jét. Viszontlátásra!